Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Kovács Zoltán vagyok, és ez itt a Napfényes YouTube csatorna. Ma egy olyan slágerételt fogok készíteni nektek, ami az étterem szezonális étlapján ma jelen pillanatban rendelhető. Quinoa risotto, cheddar mártással és grill cukkinivel. Gyertek, tartsatok vele most is, készítsük el együtt ezt az ételt is! Ez a recept három részből áll. Először is a cheddar mártás, aztán a quinoa risotto, és feltétnek pedig a grill cukkini. Először a risottohoz készítem el az alapanyagokat, méghozzá édesburgonyát fogok szeletelni, kockázni, és a sütőben, ezen a sütőpapíron elősütöm, nagyjából fél puhára párolom. Másfél-két centis kockákra vágom, és mehet is a tepsibe. Fűszerezzük, pici só, kevés bors, és egy kis olívaolajjal locsolom, nagyjából elkeverem itt a tepsiben. 180-200 fokos a sütőm, előmelegítettem, bevágjuk, és kb. 10 perc alatt kész is lesz. Elindulunk a quinoa megfőzésével. A quinoához ezt a pici lábost előmelegítem, és másfélszeres vizet fogok bele önteni, amit felforralok. Kevés sóval ízesítem. Amíg a víz felfor, érdemes a gabonát megmosni, úgyhogy egy szűrőben picit átöblítem. Már is forr a vizem, és a megmosott quinoát szépen hozzáadagolom. Egy keverés, tökéletes, mehet rá a fedő, és közepes lángon puhára párolom. Amíg ez elkészül, serpenyőt hevítek, és elindítjuk a risottónak a zöldséges alapját. Ehhez ezt a tofut, füstölt tofut kockázom, tetszőlegesen is felvághatjátok. Én most ilyen apró kockára szeretném, mint ahogy minden mást is a risottóba. Ez már mehet is a serpenyőbe. Kevés olívaolaj van alatta. Hadd piruljanak. Utána következő a lilahagyma, ami belekerül a serpenyőbe. Ezt is hasonlóképpen felvágom. Ez is mehet a serpenyőbe. Egyből együtt szépen majd megpirulnak. Utána jön a kápia paprika, amit természetesen kicsumázok, mehet ez is a többiekhez. Közben lassan elkészülnek a pirított zöldségek is, a tofus alap, és ezen a tűzhelyen addig megmelegítem a cheddar mártást. Ugyanis a cheddar mártást már egy korábbi videóban elkészítettem nektek, amit itt fogtok megtalálni, ide mellékelem a linkét, kattintsatok rá, és nézzétek meg külön. Amíg a risotto alap el nem készül, előkészítem a cukkinit. Megmostam a kis cukkiniket, jó zsenge, világos, kemény cukkiniket választhatok, és sréjen levágom a széleit, sréjen jó 1-1,5 centi vastag szeleteket vágok belőle. Ide félreteszem, és a risottóba való petrezselymet is előkészítem, hogy utána már csak szórni kelljen. Melegszik a cheddar mártás, nagyon jó. Kíváncsi vagyok, hogy áll az édesburgonya, bekukkantunk a sütőbe, tökéletes, úgyhogy kivettem, és mehet is ide a zöldség egyvelegünkbe. Elkészült a zöldség alap, egyet rázok rajta, lassan jó lesz a cheddar mártás is, ezt addig félreteszem, és elindítjuk a cukkinik pirítását. Pár csepp olívaolaj, úgy, és mehetnek a forró serpenyőbe. 6 sercegen. Viszonylag nagy hőfok szükséges neki, hiszen magas a víztartalma, és elég hamar meg tud puhulni, és az a célom, hogy egy picit res maradjon a belseje, viszont kívülről kapjon egy kis aranybarnás beütést, úgy lesz nagyon guszta. Cheddar mártás is jó lesz, így sakkozgatok a tűzhelyen, hogy elférjek. Áttettem egy nagyobb serpenyőbe a quinoa risotto alapjait, úgy. Ezek itt sülnek, pirulnak a cukkinik, és újra átforrósítom a quinoa alapjait. Megnézzük, hogy hogy áll a gabonánk, jó? Leveszem a tetejét, és átkeverem. Nagyon finom, friss dió illata van, aki ismeri a quinoát, az tudja, miről beszélek. Tökéletes, pergős lett, és puha egyben. Ezt a quinoát így, ahogy van, ráöntöm ide a zöldségekre.
szép lassan összeforgatom őket. Jó színes, ízgazdag, látjátok milyen izgalmas a kis köretünk. És ilyenkor tehetünk bele bármit, egy kis rukkolát, zöld fűszereket, azt most én is hoztam, méghozzá egy kevés petrezselymet, de lehet bele kakufűet, bazsalikumot, oregánot tenni, bármit. És kevés növényi sajttal pedig szeretném összeragasztani. Ezzel is jól összekeverem, hiszen azt szeretném, hogy a sajt beleolvadjon az ételbe, ezáltal is egy kicsit legyen egy megtartó eleje, egy ragasztó hatása, hogy a risottónk egyben maradjon, meg tudjon formázni tálaláskor. Természetesen lehet még egy kis fokhagymával, vagy bármivel ízesíteni. Én most tamarit, azaz gluténmentes szójaszószt fogok még rálocsolni, ezzel kap egy kis színt is. Közben figyeljünk a cukkinire is, nehogy megégjen az egyik oldala. Forgassuk, ez az, megkapta a kellő színt, és már lehet is pörgetni őket. Egy csöpp olajjal még meglocsolom, olivával természetesen, hogy a másik felük is tudjon pirulni. Összerázom, ez az, hadd süljenek, lassan következik a tálalás, hiszen a risottóm is összeért. A tálalás úgy fog kinézni, hogy egy ilyen vagy ehhez hasonló tálaló gyűrűt teszek a tányérra, beleteszem a risottót, ráteszem a cukkiniket, és körbeöntöm mártással. Na most ilyen nem biztos, hogy mindenkinek van otthon. Hogy is szerezünk be ilyet, vagy elmegyünk a boltba, ha éppen lehet kapni, akkor beszerezhető, vagy pedig találtam itthon egy ilyen kis műanyag vödröcskét, amiből megpróbálok gyártani egy ilyen szerkezetet. Ennek a kerülete pont jó lesz nekem, hiszen egy kicsit nagyobb risotto még alkalmasabb a táláshoz, mint ez a pici gyűrű. Na most ehhez megnézzük azt, hogy először kicsit megvágom, és aztán egy ollóval pedig körbevágom egyszerűen a műanyagot. Vigyázzatok a kezetekre, meg hogy ne pattogjon le belőle a műanyag, esetleg ami az ételbe kerülhet. Íme kész is vagyok, tökéletes tálalógyűrűt alkottam ebből a műanyag vödröcskéből. Jól eloszlatom és eltömörítem benne a risottót, majd leemelem így. Nagyon szép a tartása, mehet rá 3 szép szelet cukkini, és a végén köré öntjük a szószt. Ilyen egyszerű és könnyen elkészíthető étel ez, amint láttátok a videóban. Ha mégsem szeretnétek kipróbálni, gyertek el a napfényesbe és kóstoljátok meg nálunk. Remélem tetszett, és megkóstoljátok valamilyen formában. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!